Az elmúlt napokban esős májushoz képest szokatlanul hideg idő volt, a lehűlés a legrosszabbkor érkezett a méhészek szempontjából is. Azt lehet mondani, hogy az alföldön az akácvirágzás dandárjára a hordás megállt, és most ahogy felmelegedés jön, bízunk benne, hogy azok a megmaradt esős hideg idő után megmaradt néhány virág, az még minimális nektár tud adni. Nógrádban az akácos több mint fele oda veszett a májusi fagyok miatt. Az alföldi régiót a mínuszok közvetlenül nem érintették, de a lehűlés nagy károkat okozott itt is. A repce termés például szörnyen gyenge lesz, mondta Petneházy Antal. A repce termésünk az elmúlt 10 év szinte leggyengébb, és nem csak helyi, hanem országos szinten. Ez betudható annak, hogy szárazsággal indult a repcevirágzás, utána volt ott is egy lehűléses időszak, szeles időszak, és tulajdonképpen amikor a méhek hordásképes állapotba kerültek, akkor a rossz idő ezt keresztbe szakította. A repce mellett az akácvirágzásban is óriási kárt tett a hideg, esős május. Az akáctermésben rendkívül gyenge évet zárnak majd, bár itt még van remény, hiszen lesz egy második akácvirágzás. A méhészek bíznak benne, hogy melegebb időszak jön, és ez megmentheti az akác egy részét. Minden esetre nagy kárral számolnak a méhészek, és a méz nagy kereskedelmi árának drasztikus csökkenésével is meg kell birkózniuk. Sokan nem lesznek képesek kitartani, és sajnos feladják majd a méhészkedést. Ezeket a nehéz éveket át kell, hogy vészeljék. Az utóbbi években volt egy nagy méhészeti kedv, nagyon sokan belekezdtek a méhészetbe, méhészkedésbe, és valószínű, hogy azért ezek a rossz és gyenge évek ezt a kedvet is valamilyen szinten lecsökkentik. Elkeserítő, hogy egyre több kétes eredetű külföldről bejövő méz kerül forgalomba. Ezen mézutánzatok nyomott áraival a hazai termelők nem tudnak versenyezni, tette hozzá az elnök.